Elnök úr, tisztelt ház! Magam is telejegyzeteltem ezt a kis oldalt, de az MSZP képviselőjét halván, hát bizony megállt az ember erejében egy kicsit a vér. Tehát azok, akik állami szintre emelték a visszaélések ilyen rendszerét, és akik remélhetőleg későbbi társadalmi támogatottságuk arányában foglalnak helyet a teremben, hát bizony mindent elkövettek azért, hogy Magyarországon az a problémakör, ami most előttünk van, ez nem csak apró bosszúság legyen, mint ahogy a Fidesz-KDNP egyik képviselője megjegyezte az imént, hanem bizony húsba vágó, életbe vágó és tömegek öngyilkosságához, életének, lakóhelyének elvesztéséhez vezető folyamattá váljon. Azt is hozzá kell tennünk, én örülök és üdvözlöm azt, hogy a ház most erről tárgyal, örülök, hogy a körbetartozások, lánctartozások esetében a jövőre nézve elmozdulás következhet be, és az építőipar, hogyha szélesebb kitekintésben vizsgáljuk az előterjesztést, is profitálhat ebből. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy a kormányváltás után ez kellett volna, hogy legyen a három első feladat közül az egyik. Hiszen itt egy annyira húsba vágó dologról van szó, hogy már a 2009-es, 10-es adatok alapján is látható volt, hogy több mint 400 milliárd volt csak az építőiparban fellelhető köztartozások mértéke. Ez csak a hivatalos adat. Nagyon sokat konzultálunk építőipari szakemberekkel, és teljesen egyértelműen belátható, hogy a hivatalos adathoz képest tessék hozzáadni legalább 30-40%-ot, ugyanis jellemzően a magyar vállalkozók és a magyar kisvállalkozók azok, akik egy 1 milliós, 1,5 milliós vagy akár 150 ezres kivitelezési munka elvégzése után ki nem fizetés esetén nagyon sok esetben nem jutnak el bírósági szakaszba, több okból sem. A legjellemzőbb az, hogy a magyar mesterember elvégzi a munkát, és ügyvédre sincs pénze, hogy az igazát érvényesítse, de a későbbiekben kitérek arra, hogy a felszámolásba menekülő cégek milyen egyéb trükkökkel érik el azt, hogy eljárások se induljanak ellenük nagyon sok esetben. Látnunk kell azt, hogy az a teljesítés igazolási szerv, ami most létrejön, részleteiben képes kezelni ezt a problémakört a jövőben nézve. Én üdvözlöm, hogy egy-két hónapon belül dönthet a károsult javára, viszont némiképp fájlaljuk azt, hogy semmiféle hatósági jogkör nem kerül az ő részére ebbe a rendszerbe, pedig ennek igenis lenne helye. Meg is mondjuk, hogy miért. Hiszen a régi körbetartozásokon ugye nem változtat ez a rendszer, de azt is látnunk kell, hogy a szándékos nem fizetések rendszere régen és most is állításom szerint 80-90% között mozog az építőipari szektorban, viszont a szándékos nem fizetés esetében igenis büntetőjogi felelősség megállapítására lehetne szükség. Ezért lenne indokolt, hogy hatósági jogköröket is kaphasson egy állami szerv. Vegyünk egy egyszerű példát. Nyugat-európai országokban, ahol az építőipar, ha nem is tökéletesen, de jobban vagy kevésbé rosszul működik, mint Magyarországon, jellemző az, hogyha egy céggel harmadszor fordul elő olyan, hogy nem fizeti ki az alvállalkozóit, nem fizeti ki a dolgozóit, akkor kijön a hatóság, ez az állami szerv, amiről itt beszélünk, és kiterjesztett jogkörökkel ez így tudna működni. Egész egyszerűen nem csak az építkezést állítja le, hanem a teljes projektet. Nyilván nem az a cél, hogy nem fizetés esetén tömegesen álljanak le az építkezések, hiszen ez visszafogná a nemzetgazdaságot, de annak a fenyegetettsége, ugye annál nagyobb veszteség nincsen egy óriási építőipari tervezet esetében, hogy leállítják azt a projektet bizonyos időre. Tehát ennek a fenyegetettsége önmagában előidézte ezekben a sikeres nemzetgazdasági környezetekben azt a helyzetet, hogy kifizették azt az alvállalkozót és azt a beszállítót, aki magyar volt, nem nyilván nemzeti és kisvállalkozó volt, a mi esetünkben magyar ott nyilván az adott nemzetnek megfelelő, de emiatt nem állt le nagyon sok építkezés és nagyon sok terv, viszont a fenyegetettség, a szankciónak a veszélye ott volt a rendszerben, és ez bizony elég visszatartó erőt támasztott annak érdekében, hogy ne merjenek visszaélni a kisebb gazdasági erőt és tőkeerőt felmutatni képes vállalkozóknak a bizalmával, munkájával. Ebből kifolyólag nem is fordulhattak elő olyan helyzetek, mint amelyek Magyarországon sajnálatos módon tömegesen fellelhetők. Mert mi történik ma, hogy egy átlagos magyar kisvállalkozó vagy közepes méret vállalkozás az építőiparban megpróbálja az igazát bizonyítani. Hát a legtöbb esetben az, hogy mire a per véget ér, felszámolásba menekül a cég, adott esetben eladják egy hajléktalannak, átlagos értéken mondjuk 1,5 millió forintba került a károsultnak az, hogy legyen a kezében egy ítélet, amivel igazából nem tud kezdeni semmit, az egy papírdarab, az ellenértékből egy fillért, egy forintot nem lát. Éppen ezért mondjuk azt, hogy a teljesítés igazolási szerv kiterjesztve hatósági jogkörökkel, hogyha ilyen széles erővel tudna fellépni, akkor bizony be lehetne hozni a rendszerbe azt a fenyegetettséget,
fenyegetettséget a bizalmunkkal visszaélők számára, hogy ne merjék a magyar vállalkozót, a magyar termelőt és a magyar mesterembert, a magyar munkásembert kihasználni. És még egyszer hangsúlyoznom kell, amikor a körbetartozások, ránctartozások teljes összegéről beszélünk, nyugodtan tessék 30-40%-ot hozzáadni, éppen azért, mert nagyon sokan a mi saját kisvállalkozóink közül nem tudnak, nem mernek, vagy egyszerűen nem képesek eljutni bíróságra, de sokszor még egy ügyvédet fogadni sem. Látható, hogy amíg ezt a problémakört nem oldjuk meg, addig pontosan a munkahelyteremtésnek az alapja hiányzik Magyarországon. Nem csak azért, mert a kis és középvállalkozások munkaerőfelszívó képessége többszöröse a multinacionális ágazatokénak, hanem azért is, mert pontosan egy olyan ágazatban, az építőipar kapcsán beszélhetünk erről, amelynek a multiplikátor hatása talán a legszélesebb, és talán a legtöbb további gazdasági ágat képes beindítani. Jelen pillanatban viszont mi történik ezzel az ágazattal? Csak minden ötödik építőipari cég tudja növelni a bevételeit, jellemzően ők is infláció alatti vagy a környéki mértékben, és az ágazati cégek mintegy 80%-ának van valamilyen fajta kintlevősége. Ez egy nagyon beszédes, nagyon elriasztó adat, arra hívja fel a figyelmet, hogy sürgősen kezdeni kell valamit ebben a szegmensben. Ami itt előttünk fekszik, előterjesztés címszó alatt, az a jövőre nézve, részleteiben és egy jó irányba elmozdulva kezelni próbálja a problémát. Ugyanakkor a magam részéről óriási igényt kell, hogy megfogalmazzak annak kapcsán, hogy a múltra vonatkozóan, ha valakiről bebizonyosodott az, hogy tudatosan tartotta vissza a pénzeket, tudatosan tett tönkre magyar vállalkozókat, magyar családokat, és ezáltal túlzás nélkül magyar családok ezreinek az életét tette tönkre, akkor bizony a büntetőjogi felelősség merüljön föl, kezdődjön meg egy olyan elszámoltatási folyamat, amelynek keretein belül nyilvánvaló, hogyha a korábbi bűnelkövető érzi azt, hogy szorul a hurok, adott esetben a nemzetgazdaság számára, és visszateljesít valamit abból, amit nem teljesített korábban. Tehát a rendszer az igazságosság felé mozdítható el, az igazság igényét nem lehet kikerülni, és nem lehet csak a jövőre vonatkozóan helyre tenni ezt az egész kérdéskört, hiszen a jelen helyzet akut, és meg kell menteni a magyar vállalkozók, szakemberek közül, akit csak lehet. Érdekes élményben lesz része annak, aki a kivándorlási statisztikákat, mondjuk a KSH-nál, vagy a nyugat-európai tükörstatisztikákat böngészi, az Eurostat adatai is beszédesek ezen a téren. Ugyanis mára nem csak az orvos elvándorlás és az ápolói szakák tagjainak elvándorlása jelent óriási problémát, hanem a szakemberek, építőipari munkások szó szerint szivattyú alatt állnak. A nyugat-európai felvevő piac, amely ugye azért szakemberhiánnyal úgy szintén küzd, mint a magyar, tulajdonképpen kapkod ezen emberek után, de ugyanígy a húsfeldolgozásban dolgozók után, az ápoló személyzetünk után, tehát Magyarországról a kiváló szakembereket folyamatosan szipkázzák, szivattyúzzák el. Tessék elképzelni, hogy itt van egy olyan építőipari helyzet, ami kiszámíthatatlan, nincs munka, nincs megrendelés, lényegében az újonnan épített lakások száma a 2004-es, 2005-ös szintre esett vissza. Tehát egy recessziós időszakhoz képest még nagyobb válságot él át ez az ágazat, és erre adódik az a helyzet, hogy ha van munka, ha van megrendelés, akkor azt adott esetben nem fizetik ki. Na, egy ilyen helyzetben a kivándorlási hajlandóság talán nem is lehetne magasabb, mint most. És ezen kell változtatni, ez lehet egy kormány, és egyáltalán széles értelemben véve egy parlament elsődleges feladata, hogy a kivándorlási spirált, szivattyút bármilyen úton, módon, de fékezze meg, a későbbiekben pedig állítsa meg, hiszen enélkül nem lehet tisztességes nemzetgazdaságot építeni, már középtávon sem. És még egyszer szeretném figyelmükbe ajánlani azokat a jól bevált nemzetközi eszközöket, amelyek értelmében, ha mondjuk egy céget harmadszor kapnak azon, hogy nem fizeti ki a vállalkozóját, az alvállalkozóját, akkor bizony azt a tervezetet, azt az egész munkálatot, amit folytat, úgy le kell állítani, ahogy van, arra az időre, amíg nem tudja rendezni a tartozásait. Nyilvánvaló, hogy ez tömegesen nem fordulna elő. De hogyha ilyen kitettség, ilyen fenyegetettség megjelenhetne ebben a rendszerben, akkor a jellemzően külföldi hátterű befektető, a multipénzből dolgozó, de a magyar vállalkozók pénzét kiszivattyúzó, idézőjeles vállalkozó, az háromszor is meggondolná, hogy mit csinál a magyar vállalkozóval, mit csinál a magyar szakemberrel. Ezek után pedig el lehetne érni egy olyan biztonságos gazdasági környezetet, hogy nem kellene kényszer szinten kivándorlásban gondolkodnia senkinek. Ez lehet csak és kizárólag a célunk, ennél kevesebbet nem fogadhatunk el. Éppen ezért az előterjesztés alapfilozófiájának támogatása mellett arra szólítjuk fel a kormányzatot, hogy gondolja végig
akár adott esetben a visszamenőleges elszámoltatás kiterjesztését is a lehető legszélesebb körre, hogy egyetlen bűnelkövető, aki magyar vállalkozót megkárosított, se úszhassa meg azokat a kártételeket, amelyeket egy tisztességesen működő országban soha nem is követhettek volna el. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt ház, meg kell nyugtatnom az előttem szólókat. A szakma ezt az irányt, amelyre ez az elmozdulás történik, támogatja. Tehát nyilvánvaló, hogy bármi, ami a körbetartozások által felhalmozott óriási kint lévő vagyont csökkenteni tudja és visszaszivárogtatni a jövőben adott esetben magyar kezekbe, az abszolút támogatandó. Nem ez a fő problémám. Én egy olyan becsületbéli kérdést érzek ebben az egészben, ami a szakmaiságot megelőzi, túlhaladja, és erre szeretnék kicsikarni majd nyilvánvaló az előterjesztőből is egy választ. Ez pedig az, hogy a múltban tudjuk, köztudott, hogy nagyon sok óriás cég és nagy cég a saját likviditását úgy tartotta fenn, abból tett szert extra profitra, hogy csorogtatva, csöpögtetve, késve fizetett, direkt nem fizetett, 80-90% a vitás ügyeknek a hasonló kategóriába sorolható be. Na most, ha adott egy kormányzat, amely a jövőre vonatkozóan részben vagy nagy rész, de azért tesz egy jó lépést a probléma megoldása felé, vajon hogyan artikulálható mindez, hogyha emellett a múltra vonatkozóan ezen nyilvános, ismeretes visszaélési formával kapcsolatban semmit nem kezd? Tehát a kérdés az, és ez egy nagyon akut, nagyon éles kérdés, lesz-e következménye azoknak a bűncselekményeknek és azoknak a tetteknek, amiket elkövettek ezek a vállalkozók? Egy nagyon egyszerű példából kiindulva, aki felszámolás során, előtt, alatt, után mondjuk hajléktalannak játszotta át a cégét, azt miért nem lehet esetről esetre egyesével megvizsgálni és kideríteni, hogy milyen bűnelkövetési forma és egyáltalán milyen bűncselekmény fordulhatott elő, de nyilvánvaló, hogy ez tömegesen fordult elő, ez elérhető ennek akár az adatbázisa is a kormányzat számára. Miért nem tesz semmit annak érdekében, hogy esetről esetre kivizsgálja ezeket a visszaéléseket? Én állítom, hogy a jövőre vonatkozóan a fizetési morára ez legalább akkora pozitív hatással lenne, mint az előttünk fekvő előterjesztés. Köszönöm a figyelmet. Magam is az alapproblémára próbálnám visszaterelni az egész vitát. Hát amit az MSZP művelt, adott esetben ezekben az iparágakban, azt úgy lehet összefoglalni, hogy alagutakat építettek a löszfalba. Tehát katasztrófa, szőnyegbombázást csináltak, állami szintű kifosztást vittek véghez, és még egyszer mondom, az alapprobléma, amiről beszélünk, 2009-ben már 400 milliárdos szintet meghaladtak a körbetartozások csak az építőiparban. Ki volt akkor kormányon, mióta volt akkor kormányon? És ehhez tessék hozzáadni azt a 30%-ot, ami nem volt hivatalos, mert a károsultjai nem tudtak eljárásokat indítani. Amiről pedig most beszélhetünk, és amiért valóban a mostani kormányzat felelős, az az, hogy a jelenleg építőiparban mozgó cégek 80%-a rendelkezik valamilyen fajta kintlevőséggel, és csak minden ötödik építőipari cég tudta növelni minimális szinten a bevételeit. Tehát önök mindannyian felelősök. Nem erről kellene vitatkozni. Arról kellene vitatkozni, hogy itt van egy jó lépés, jó irányba megtett lépés. Ennek az eredményei hogyan aknázhatók ki a legmélyebben, és én állítom, hogy a magyar építőipar válságát nem fogja önmagában megoldani a lánctartozások felfüggesztésének rendszere. Ide kellene, sürgősen kellene egy a Jobbik által régóta hangoztatott, államilag támogatott otthonteremtési és bérlakásépítési program, ahol igenis megszüntetjük a lakáshiányt, mert bizonyos szegmensben a lakáshoz való hozzáférés igenis hiányt eredményez a túl magas árak miatt. Megszüntetjük Magyarország elnéptelenedését, elejét vesszük a kivándorlásnak, hiszen nyilvánvaló, hogy az otthonhoz való jutás a nehézsége, a három kivándorlási faktor egyike, a tandíj és a munkahelyek hiánya mellett. Tehát ha csak ezen a területen tudnánk lépni, és magyar vállalkozók, magyar cégek lennének a kivitelezők, magyar beszállítóval ott, ahol van hazai alapanyag, mert sajnos már az alapanyag előállítás terén sincs mindenhol hazai, akkor bizony előre tudnánk lépni, munkahelyeket lehetne teremteni, több tízezer magyar embert lehetne bevonni ebben a rendszerbe, erről kellene beszélni, nem egymás egyébként valós felelősségét felhánytorgatni, mert a makacs számok bizony azt mutatják, hogy a szocialisták felelőssége elévülhetetlen és talán a legnagyobb ebben az egészben. Köszönöm szépen, képviselő úr!